Jó reggelt kívánom Duró Dórának és Székely Sándornak. Jó reggelt! Két parlamenten kívüli párt képviselője, aki pontosabban az ellenzéki összefogáson kívüli párt képviselője ült velünk. Arról beszélgetünk Mártéval, hogy kezdjük talán azzal megkérdezzük, hogy hogy látják majd, hogy sikerül-e majd mind a 106 körzetben jelölteket kiállítaniuk, hogy állnak-e a téren és mire számítanak a tavaszban. A Mi Hazánk Mozgalom már október 23-án mind a 106 képviselőjelöltjét bemutatta, nyilvánosságra hoztuk, a honlapunkon elérhető ezeknek a névsora, tehát már most fél évvel a választás előtt mi be is mutattuk őket, és az elérhetőségüket is közzétettük, tehát mindenhol állít képviselőjelöltet a Mi Hazánk Mire Mozgalom. Számítanak? Hogy mekkora bejutási lehetőségre, tehát milyen győzelmi arányok nyilván számolnak, hogy hány körzetben látják reálisnak, hogy a Mi Hazánk képviselője nyerhet. Mi egyértelműen azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy bejussunk az országgyűlésbe, és az 5%-os küszöböt sikerüljön elérni. Most már azért úgy látom, itt az ATV-n is többször volt erről szó, több műsorban is, és a szakértők is most már kezdenek egyetérteni abban, hogy ez egy reális célkitűzés a Mi Hazánk Mozgalom részéről. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat erősödött a mozgalmunk, sokan csatlakoztak hozzánk, és a szombati tüntetésünk több ezres létszáma is azt mutatja, hogy most már komoly politikai erőként, tényezőként kell velünk számolni. Nagyságrendileg annyian voltak szombaton az Alkotmánybíróság előtt, mint október 23-án az összeellenzéki demonstráció. Nyilván, hogy szélzott Márti ezzel, hogy hát ugye az ellenzék, hogy mindez esetleg reális is lehetne, reálisabb lehetne, nagyobb esélyük lenne, hogyha nem lenne ugye ellenzéki összefogás, ami viszont hát valószínűleg meg sokszor az, hogy nagyobb erőt, vagy több embert fog majd bevonzani, mint külön-külön ez a hat párt, hogy ez nem csökkenti az önök esélyét, és ez akár az ISZOM-ra is nem vonatkozik el. Igen, tehát az igazságszavazás Magyarországért, ugye az ISZOM, az szintén törekszik arra, hogy mind a 106 helyen el tudjunk indulni, folyamatosan jelentjük be a jelöltjeinket, most már bőven 65 fölött vagyunk, a héten is bejelentünk két ember, tehát ezek folyamatosak a jelöltmutatások, tehát szerintem még az idén, hogy meg leszünk úgy nagyjából a 90%-zal, és így hát azért a listaállítás nem forog veszélyben. Mi nem valami ellen jöttünk létre, hanem azért, hogy felszámoljuk azt a szociális és morális válságot, ami Magyarországon az elmúlt 30 évben itt fölhalmozódott. Úgyhogy mi ezért küzdünk, hogy bejussunk a Magyarországgyűlésbe, és ott ki tudjuk harcolni, hogy a magyar embereknek 250 ezer legyen a minimál bére, de nem bruttó, hanem nettó, tehát ugye érdemi pénzt tudjanak keresni a munkájukkal, 150 ezer forint legyen a minimál nyugdíj, és 50 ezer forint a családi pótlék, és hát még sok egyéb dolog, amit ugye a Kádár János tervben szoktunk összefoglalni. Ugye az önjavaslata volt az is, ami kívülről nézve pontosan úgy tűnik, és úgy olyan érzete van az embernek, az újságolvasónak, vagy a közéletet figyelőnek, mintha az ellenzéki összefogás ellen szólna, önjavasolta azt, hogy egy lista, egy frakciót jelentsen majd az országgyűlésen belül is. Mi indokolta ezt a beadványt? Igen, hát nézzük, ugye a mi programunk ugye az igen szocializmus, és ugye ebben mi az egyenlőségre tesszük nagy mértékben a hangsúlyt, és a jogok. És mi azt gondoljuk, hogy a magyar embereknek joga van ahhoz, hogy az ő szavazataik azok érvényesüljenek a Magyarországgyűlésben. Érvényesülnek közösen. És azt gondoljuk, hogy olyan pártoknak kell legyen frakciójuk, akik az emberek szavaznak, és érdemben a programjuk mögé állnak. Kire ezt gondol úgy, ilyenkor? Mindenkire. Mi magunkra is gondolunk, az összes többi pártra gondolunk. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon is olyan pártok alakíthassanak képviselőcsoportot, amivel rengeteg jog, rengeteg hatalom, és rengeteg pénz is jár, akiknek van társadalmi támogatottságuk. Akik mindenfajta megegyeznek egymással, 5-6-an, akár a Fidesz, a KDNP-vel, akár bárki más, hogy ők közösen indulnak, akkor ők valamiért azt gondolják, hogy ők közösen tudnak bejutni az országgyűlésbe, ezzel minden rendben van, no, de akkor az emberek közösen szavaznak rájuk, tehát akkor ők alapítsanak egy közös frakciót. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez a, tehát egyrészt ez a jog, vagy ugye ennek van egy korrupciós része is, csúnyán mondva, hiszen azt gondolom, hogy ugye jelen pillanatban is több olyan frakció van Magyarországgyűlésben, akik úgy alapítottak frakciót, hogy hát nem szavazott rájuk. Kire senki, valószínűleg be se jutnának a Magyarországgyűlésbe, se indultak el választásokon, itt én a KDNP, ilyen például a Párbeszéd is, na de hogyha így maradunk, így jutunk el 2022-ig, akkor nem kettő ilyen frakció lesz a Magyarországgyűlésben, hanem akár 4-5 is. Dóra, mindjárt önne az önvélemény is kérdezem, de önök megpróbáltak csatlakozni ehhez a szövetséghez? Mi az előválasztásra gondolnak, természetesen mi jeleztük többször is írásban, és egyébként még itt a televízió, a médiákon keresztül is, hogy mi szívesen
tárgyalnánk arról, hogy részt veszünk az előválasztásokon. Természetesen akkor át kellett volna beszélnünk a programokat is, ezt a közös, ezt a hogyan alakítsunk frakcióügyet is, de hát ide el sem jutottunk. Mert ugye, tudja, úgy tűnik ilyenkor, hogy mintha egy engem kihagytak, akkor egy picit gáncsolok érzése van az embernek, ha ezt kívülről nézi. Nézze, én nem tudom, én ezt belülről tudom mondani, nekünk az a célunk, egyébként a politikában is azért azon kívül, hogy jöttünk felszámolni a szociális és a morális válságot, az is a célunk volt, hogy mi tiszta vizet öntsünk a pohárba abból a tekintetből, hogy Magyarországon ma mi számít jobboldalinak, mi számít liberálisnak, és mi számít baloldalinak. Mi azt gondoljuk, hogy az ellenzéki összefogás pártjai azok valójában liberális jobboldali pártok. Azt gondoljuk, hogy ami kormányon van, a Fidesz az egy határozottan konzervatív párt, tehát ők maguk is ezt állítják magukról, és ilyen tekintetben mi azt szeretnénk, hogyha baloldal érdemben, tehát az antikapitalista baloldal, amelyik szocializmust akar, amelyik nem szereti a fogyasztói társadalmat, és még hosszasan sorolhatnám, hogy mit szeretnénk elérni, az pedig meg tudja jelenni a mi... Ugye azért azt érzékelik, hogy összességében az ellenzéki összefogásnak ilyen eredményes, legalábbis hát a felmérések szerinti eredményes működése, mármint hogy ők komoly versenyben vannak önmagukban is a jelenlegi kormánypárttal, az valamelyest csökkenti az önök esélyét, mind a két pártra gondolok, nem bánták meg, nem gondolják esetleg, hogy mégis jobb lenne majd összefogni, hiszen több esélyük lenne személy szerint önöknek is, illetve a párt jelöltjeinek a parlamentbe jutni. Mi ezt egészen másképp látjuk. Mi úgy látjuk, hogy az emberek döntő többségének az elmúlt 30 év politikusaiból elegük van. És azzal, hogy létrejött ez az ellenzéki összefogás, és azok, akik nem voltak részei az elmúlt 30 évnek, a Momentum, az LMP, a Jobbik, ők is elfogadták a DK-t és az MSZP-t, mint partnerüket, és velük szövetségben együtt indulnak, egy listán indulnak. Ezáltal azok a szavazók, akik elutasítják az egész 30 évet, nem szavazhatnak logikusan egy olyan listára, amelynek a része Gyurcsány Ferenc, amelynek a része az MSZP, hanem olyan alternatívát keresnek, aki nem része ennek, és a Mi Hazánk mozgalom elutasítja, ugye a se Gyurcsány, se Orbán jelszavunk az erről szól, hogy mind a két tömböt elutasítjuk, hiszen olyan alapvető változásokra lenne szükség, akár ha már itt a frakcióknál, politikusoknál tartunk, mint a mentelmi jognak az eltörlése. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely például ilyen közjogi reformot bevezetne Magyarországon, hiszen úgy gondoljuk, hogy a mentelmi jog az egy idejét múlt politikusi privilégium, ma már inkább a politikus bűnözésnek az egyik melegágya, de sem a balliberális tömb, sem a Fidesz nem vállalja fel, hogy ezt megszüntessük, sőt rendre egyébként az országgyűlésben egymás mentelmi jogának a fenntartása mellett szavaznak, tehát a programunk nekünk nagyon radikálisan eltér, akár a közéletre vonatkozóan, a politikusokra vonatkozóan, mind a két tömnek a politikájától, és az emberekkel való beszélgetés során azt tapasztalom, hogy például ennek nagyon nagy támogatottsága van, hogy a mentelmi jogot megszüntessük. Önök egymással például beszélgetnek, vagy szövetség létezik azokon kívül, akik ugye egyszer összetömörödtek, a kívülállók egymással egyeztetnek? Egyáltalán nem semmi nekünk, és ezért örülök is ennek, hogy ez a frakcióalakítási mizéria minket egyáltalán nem érint. Mi saját listát állítunk, mind a 106 választókerületben saját jelölteket állítunk, és a saját programunkat fogjuk képviselni az országgyűlésben is, tehát a legtisztább, legvilágosabb alternatívát kínáljuk. Gyors reakció. Igen, tehát nem egyeztetünk, hiszen nagyon sok mindenben radikálisan ellentéteset gondolunk, egyébként például az oltásokkal kapcsolatban is. Na, akkor nézzük meg, amire utalt, mert az gondolom, hogy nagyon fontos. Most egy rövid összefoglalóban szeretném bemutatni, nincs esély már arra, hogy akkor átoltottság legyen a társadalomban, ami biztosítaná közösségi védelmet, ezért egyéni védekezésre van szükség, ezt Müller Cecília mondta az állami rádióban. Ettől függetlenül ma elkezdődik az oltási hét, amelynek összefoglaltuk a részleteit, és innen folytatjuk a beszélgetést. Sorban álltak az emberek áprilisban a Betesda kórház Hermina úti épületénél a tavaszi 10 napos oltási kampány idején. Hétfőtől itt is várják azokat, akik előzetes regisztráció nélkül szeretnék beoltatni magukat az első, az elmaradt második vagy a harmadik vakcinával. Az országos tiszti főorvos a Kossuth Rádióban azt mondta, egyéni védelem szükséges, mivel az átoltottság mértéke nem éri el a közösségi védelem szintjét. Müller Cecília azért is tartja fontosnak a harmadik oltást, mert a szervezetnek úgynevezett többlet antigén hatása van szüksége a koronavírus újabb változatainak megjelenése miatt, ilyen a Delta variáns plusz. Ez elsősorban a nagyobb fertőző képessége miatt veszélyesebb, mint az előző, az egyszerű Delta változat.
Levélben kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Azt írták, hogy az időpontfoglalás nélkül érkezőket érkezési sorrendben oltják. A folyamatot meggyorsítja, ha kinyomtatva és kitöltve viszik a nyilatkozatokat, amely a koronavírus.gov.hu honlapról tölthető le. Így gondolja tehát ezt Müller Cecília, így gondolja a kormány, és sokan mások másként gondolja, viszont ugye a tegnapi, a hétvégi tüntetések kapcsán ugye kiderült az ön demonstrációra során az önök pártja. Szombaton volt az Alkotmánybíróság, azt mondta, hogy több ezeren voltak. Olyan felvételeket megnéztem, nem feltétlenül derül ki belőle, mert ugye egy szögből látszott a kamera állásban. Mi volt a legfontosabb célja ennek? A kötelező oltások ellen demonstrált a Mi Hazánk mozgalom, és ebben szintén az egyetlen párt vagyunk, akik ellenezzük azt, hogy kötelező legyen az oltás. Az oltással van baj, vagy a kötelezőségével? Alapvetően egy morális kérdés, hogy az emberek dönthetnek-e a saját testükről, a saját egészségükről, joguk van-e ahhoz, hogy saját maguk eldöntsék, hogy felveszik az oltást, vagy nem. Ez most is mi, így van. Mi úgy gondoljuk, hát azért elég erőteljes presszió van a kormány részéről elsődlegesen arra, hogy vegyék fel az oltást. Már eddig is diszkriminálták az oltatlanokat. Az a kormányzati kommunikáció, amit pedig pénteken kiadtak, az egészen elképesztő, és közösség elleni uszítás miatt feljelentést is tettünk. Egy másik vetülete is van annak, hogy a munkáltató kötelezővé teheti az oltást, mert most már szakszervezetekkel egyeztettem a múlt héten, és ennek alapján is tudom mondani, hogy Magyarország működő képessége forog kockán. Tehát a rendvédelemben például most is 30%-os az állomány hiány. Hogyha emiatt leszerelnek megint mondjuk még 10%-ot veszít az állomány, az katasztrófa. A másik óriási bajban lévő ágazat az oktatás. Tehát képzeljük el, hogy valakinek, egy elsős kisgyereknek mondjuk január 1-én eltűnik a tanítónénie. Egy érettségire készülő osztálynak, bocsánat, ez az utolsó gondolatom, érettségire készülő osztálynak januárban eltűnik az angol tanárja. Normális, aki ezt a döntést hozta, ezt végig gondolta valaki a kormányban? És hogyha azért tűnik az angol tanárja, mert beteg lesz, az mennyire lesz? Esetleg meghal. Hogyha beteg lesz, akkor utána vissza tud térni. De nem biztos. Hogyha... Bocsánat, nem tisztünk meggyőzni önt semmiről, csak hogy ugye azok a tények, hogy nem tudjuk, hogy visszatér-e. Hagyj lépjünk egyet vissza, mert Dóra, én tegnap este, amikor készültem az önnel való beszélgetés, az volt az első kérdésem, hogy felmerült bennem, hogy 4 gyerekes édesanyja, ugye? A gyerekek felvették a kötelező oltást? Nem muszáj rá válaszolnia, csak nem, ha meg akarja osztani. Nem vették, egyrészt gyerekeknek nem kötelező. Nem a mostanit, hanem az általános, ami gyerekkori, a anyaródiftéria. Rendben, értem, beszélhetünk az oltásokról általában, mert azok, amiket Magyarországon gyerekkori oltásokként adnak be, azok több évtizede működő oltások. Fogok válaszolni, csak kérem, hogy hadd indokoljam meg a válaszomat, mert ez egy nagyon kényes kérdés. Egyrészt úgy gondolom, hogy nem az én személyem a lényeg, tehát összességében minden embernek kvázi ugyanolyan magánügye az oltás, mint bármi más magánügy, és ezért nem az én személyem a lényeg. Tehát ezek olyan oltások, amelyek évtizedek óta működnek, viszont ezek a koronavírus elleni oltások, ezek ugye 1-2 évesek. Ezzel kapcsolatban számos hazugság elhangzott a hatóságok részéről Magyarországon. Mi azt olvashattuk, például Merkeli Béla szájából, hogy 1-2 napig tartó mellékhatásai vannak az oltásnak. Erről kiderült, hogy nem igaz. Tehát kiderült, hogy számos mellékhatás van, akár hölgyeknél, de oltások utáni haláleseteket is olvashat az ember az interneten. Konkrét emberekről tudom, 20 évesekről, hogy az oltás után közvetlenül veszítették életüket. És mi azt mondjuk, hogy teljes körű tájékoztatásra van szükség az oltásokkal kapcsolatban, és az, hogy a kormány Orbán Viktor hazug módon csak ennek az előnyeit hangsúlyozza, az az emberek átverése. Ön is azt mondta, hogy ezzel nem ért egyet, és mielőtt én kezdenék hasonlókat mondani, azért... Igen. Hát nézzék, nézze Dóra, ugye mi azt gondoljuk, hogy van egy társadalmi szolidaritásnak kellene, hogy legyen ebben az országban. És van itt egy betegség, hogy most már 2 éve nem csak Magyarországon, hanem az egész világot bénítja. Tudomásunk van arról, hogy van olyan vakcinák, amik ezt a dolgot gyógyítják, és ezt onnan tudjuk, hogy akik most is, kik vannak kórházakban, kik haldokolnak sajnos éppen, 95%-ban,
akik sajnos nem vették föl ezeket a vakcinákat. Ezt cáfolnom kell, ne haragudjon. Ulyás Gergely azt mondta egy kormányinfon, egy kórház adataira hivatkozva, hogy abban a kórházban, a kórházba bekerült emberek 45%-a oltott. Azt is mondták, ez egy korábbi, most már 80-90%-ot mondanak tegnapi nap is elhangzott, például a Szlávik János is azt mondta, hogy 80-90%-ban az beszélyes állapotban. Szlávik János korábban azt mondta, hogy ha 5-6 millió oltott, nem el fogjuk érni a nyári immunitást. Lehetséges, hogy ahogy haladunk előre, egyre többet tudunk meg erről a betegségről? Én azt gondolom, tehát mi azt gondoljuk erről az ügyről, hogy szerintem egyébként nem, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy egyébként kötelezővé kellene tenni az oltást, és erről fogok is bejutani határozati javaslatot, de azt gondolom, hogy persze, aki nem akarja, az ne oltassa be magát, ám de mivel tudomásunk, tehát hogy ugye elképesztő az a helyzet, hogy egy csomó embereknek nincs oltása, bekerül a kórházba ezrével, több tízezrével, és akadályozzák a gyógyítást, és hogy kikeveredjünk ebből az egészből. Nekünk az a véleményünk, hogy az oltás kötelezővé kell tenni, aki nem veszi föl, semmi probléma nincsen, ám de akkor ha kórházba kerül, és az több 10 millió forintba kerül a ennek a költsége, akkor ezt annak egy részét, vagy akár az egészet, akkor fizesse ő. Hát ha az összes betegséggel, ami gyógyítható és vakcinával megoldjuk, úgy járnánk el, ahogy most a Covid-dal, akkor gyakorlatilag nem lenne egészségügyünk. Hát én azt gondolom, hogy ez a társadalomnak, ez egy társadalmi szolidaritás, hogyha én vállalom azt, hogy én bár tudom, hogy ez egy olyan betegség, amivel akár meg is halhatok, de nem veszem fel a gyógyszerét, akkor szerintem annak a következményeit is. Ilyet a kérdés, hogy van-e más alternatív, egyre úgy. Arra bíztak embereket, hogy ne vegyék fel az oltást, miközben bele is halhatnak ebbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy botrányos. Mindenkinek a saját maga döntése legyen. Hogyne, ezt így van, legyen így a döntése, van. A saját de maga döntése. Ha valami kötelező, akkor az nem az én döntésem, tehát ön ellentmond saját magának. Hát én azt gondolom, hogy nem. Tehát legyen kötelező, és ha azt választja, hogy nem, akkor annak megvannak a következményei. Ugyanígy a dohányzás is számos megbetegedést okoz, mégis a dohányosokat ugyanúgy ellátják az egészségügyben, és szerintem az a szolidaritás, hogy nem azt mondjuk, hogyha valakinek baja lesz, akkor őt a sorsára hagyjuk, és akkor lássa el saját magát, hanem éppen annak az ellenkezőjéről szól a szolidaritás, mint amit ön mondott itt az előbb. Ezért tartjuk fenn az államot, hogy minden egyes állampolgárát ellássák. Ugyan, hogy a dohányzással is valóban sokkal komolyabb. Hát igaz, egyéni felelősségvállalás az között van, az jól mutatja, hogy milyen messze van a két álláspont egymástól. Köszönjük szépen, hogy mind a ketten elmondták a véleményüket. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.